A Magyarok Kenyere Program megyei megvalósulásának segítéséért Györfi Sándor Kossuth-díjas szobrászművész kisplasztikáját is átadták. A Magyarok Kenyere Program megyei megvalósulásának segítségért Györfi Sándor Kossuth-díjas szobrászművész kisplasztikáját a nap díszvendégeitől Csipes Róbert, Németh Zoltán, Bede Ferenc, Réti József, Berki László. Karcagváros által megítélt díjakat kaptak Bene Péter, Magda Attila, Bíró Sándor, Kun József, Takács Sándor, Dániel Csaba, Gencsi Gábor. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magosz Jász-Nagykun Szolnok megyei szervezetének elnöksége a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program keretében rajzversenyt hirdetett általános iskolák alsó, illetve felső tagozatos tanulói, valamint középiskolás tanulók részére. Értünk, Kunság mezein ért kalászt lengettél. Az életet adó őszi búza termesztése, kenyérkészítés, kenyérsütés témakörben. A rajzverseny győzteseinek járó oklevelet és nyereményt Györfi Sándor Kossuth-díjas szobrászművész, Szepesi Tibor polgármester és Kis Róbert, a NAK megyei igazgatója adta át. A Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program egyik jelképét, a búzafonatot Huba Imre Csaba, a NAK megyei elnöke és Magda Attila megyei főfalugazdász adta át a vendégeknek.